srácok! Torontói magyarok, most képzeltok a jó szinten, gondoljatok ránk! Montreali magyarok, ha kegben vágjátok a húst, jussunk eszetekbe! Amerikából élő magyarjaink, most ne azt figyeljétek ki, melyik emigrációhoz tartozik, fogjatok össze ti is és segítsetek! Ausztráliai, svájci, tókiói magyar polgári körösök, hívjátok segítségül a többi magyar, és segítsetek! Itt az ideje a nemzeti összefogásnak minden magyarokkal, de a nemzetárulók nélkül. Európa népe tiltakoz, ne engedd, hogy lepusztítsák, és olcsón eladják a szemed láttára ezt a szép kis országot, mint egy vidéki üzemet. Nem mondd te is vár rám nyitva, nem baj, nem velünk, csak a magyarokkal történik. Mi a polgári körök országos összefogása, az országért cselekvő, a közjó szolgáló emberek, Szapolcán újra egymásra találtunk. Püspökladányban a gazdákkal és másokkal összefogtunk, és most itt vagyunk együtt veletek. Fogjuk meg a mellettünk álló kezét, és soha ne engedjük el. Világvasárnap van, ne féljetek! Azt üzente a magyaroknak a Dalai Láma, hogy 9 udar, az csak 9 próbálkozás. Értjük az üzenetet, fizetve is megpróbáljuk. Nem szabad elfáradnod, nem szabad feladnod, és mindig többen és többen leszünk. A parlamentnél, a nemzeti zarándoklaton, a találkozókon, a nagygyűléseken, a polgári körök által meghirdetett nemzetegyesítő életfa programon, ami célt nem érünk. Nem engedjük, hogy azok döntsenek rólunk, akik előre megfontolt szándékkal, különös kegyetlenséggel végrehajtott országpusztítást követtek el. Néha nem vagyunk megelégedve Európával, és azzal, ahogy velünk bánik. De a most következő EP választás nagy jelentőséggel bír, mert ez a szavazás lesz a jogi megerősítése annak, hogy elmögött a kormány mögött nincs szavazó. És ez fontos állomás számunkra, ezt ne felejtsétek el. Elhoztam a polgári körök új zászlóját, amely a sebzett 56-os eszmeiséget keresztel gyógyítva fölébe. Ez a zászló lehet a ma születő új összetartozás jelképe is. Magyar, hűz, bízz önmagadban, és Isten segítsen mindannyiunkat.